Az egyik kanizsai mozgásközpontban már az első munkanapon nagy volt a forgalom. Az edző, Pintér Andrea szerint ez érthető, ugyanis sokak jól tudják, vétkeztek. Ez persze megbocsájtható, ám a szakember úgy érzi, érdemes a fokozatosság elvét követni. Aki sportolt eddig is, az nyugodtan folytassa tovább azt a mozgásformát, amit szeretett, illetve művelt. Aki pedig nem kezdett el még sportolni, és úgy döntött, hogy az újévi fogadalma része lesz a mozgás, az mindenképpen nézze meg először is azt, hogy mi az, ami közel áll ő hozzá, tehát mi az a mozgásforma, ami neki tetszik. Ezt követően egy állapotfelmérés következzen, melyben a vendég kérje ki egy tréner véleményét, és közösen kezdjék el a munkát. Kátai Melinda az édességeknek nem mondott nemet karácsonykor, sőt, még egy sportsérülés is hátráltatta. Az ünnepek alatt én kihagytam 3 hetet. Egyrészt a túlzott táplálkozás is már nehezemre esett, illetve próbáltam visszafogni, de maga a sérülés miatt is már hiányát éreztem az edzéseknek, mert újra visszaállt a lábam, újra. Szóval nem az volt a mozgásom, mint amit itt elértem az elmúlt hónapokban. Úgyhogy vártam a mai napot, hogy itt lehessek. A mozgásközpontban ezután is mindenkinek segítenek eligazodni a testedzések világában.